sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóba. Ma nem más, mint vezetős vlog ismét. Menjünk oda, ahol voltunk tegnap is. Utána megint megyünk valahova. És utána megint megyünk valahova. Azért nem lesz olyan hosszú ez a videó, mint a tegnapi. De azért tartalmas lesz. Meglepően sokan néztétek meg a tegnapi videót, ahhoz képest, hogy fél órás volt, és elég fura volt az egész. Mégis nagyon rövid idő alatt elég sokan megnéztétek, tehát feltűnően sokan többi videóhoz képest. Úgyhogy úgy gondoltam, akkor videózunk ma is. Most egy picit másabb lesz az útvonal, de nincs különbség. Szaridőnk van, ahogy látjátok ti is, és nem tudom mennyire fogtok ki ebből az esőben sokat látni, de reménykedek, hogy azért láttok valamit. Tegnap láttam, az zörgés az nagyon erős volt, de a vicc az, hogy én itt az autóban nem hallom ezt a zörgést. Legalábbis azt a zörgést, ami a videóban hallatszott. És próbáltam a telefon és a kamerának az állványán állítani, hogy a véletlen az zörgött, hát most nem hallatszan annyira. Egyetlen egy zörgésen, ami a keszitartóból jön egy kicsit, de elvileg nem kéne, hogy a zavaró legyen, mint amit tegnap hallatszott. Nem tudom, elválik. Én hát hallottam, hogy a hangom elég csendes. Úgyhogy megpróbálok kicsit hangosabban beszélni. Hogy azért legyen jó minden. Megyünk szépen tovább. Még nem tudom, hogy hol megyek, hogy a legnagyobb. Maradok ugyanazon az útvonalon, amint tegnap, aztán reménykedünk benne, hogy ma nem lesz olyan nagy volt, amint tegnap volt. Mert jobb útvonal sajnos nem igazán van. Megyünk ahol tudunk. Felkeltem, hívtak ezek, hogy mehetnek a cuccér, amit meg kellett csináljanak. Úgyhogy megyünk is. Jó lenne, ma elindulunk mindent, mert az a főnökömnek kell. Aztán, ha a főnök boldog, mindenki boldog, nem? Úgy szokták mondani. Annyit kell faszakodni mindennel, hogy hihetetlen. Még ha ott fáradt ő, mert még elég reggel van. Lehet, hogy ez zörgött. Ez a szemüveg. Majd kiderül, ha most is zörg, akkor nem ezek voltak. Szóval kurva fáradt vagyok még. Úgy tűnik, meg is leszek fázva. Úgyhogy fasz a minden. És még nem is kajáltam ma reggel, baszki. Csúnya, csúnya. Tehát ha menni kell, menni kell. Végül is szabadságon vagyok, de azért mégsem. Teljesen. Na de hát annyi baj legyen.
fasza itt is az út. Ilyen sapka elmaradt, meg az női sapka csávon. Zebrafutás. Azért kurva sokat változott itt a világ. A férfiak költöznek nőknek, a nők meg... Nem mondom, hogy férfiaknak, inkább azt mondom, hogy ribancoknak. Az a menü most. A halál se érti, ezt komolyan mondom. Egy nagy cigányság az egész. Hogy állnak itt sorba az autók? Erről beszéltem tegnap, hogy jönnek a szülők a gyerekeikért az iskola elé. És akkor megállnak itt parkoló mellett az úton, és senki nem szól rájuk, és senki nem cseszteti őket, értek. Ez elég szomorú ügy szerintem. Mert azért nekik se lenne szabad ott megálljanak. Én megálltam annak idején, amikor elmentem kifizetni a villanyt. Megálltam az egyik kis utcába. Nem zavartam senkit végül is. Nem volt szabad parkolni. 2 percre szaladtam, amire kijöttem, a rendőr ott volt már mellettem, és nagyba írt a papírt, hogy megbüntetett. Hát kb. 5000 forintot úgy hirtelen kirepítettem büntetésre, mert azzal volt szerencsém, hogy kifizettem helyben, mert hogyha 24 óra alatt nem fizetem ki, akkor a dupláját kell fizetni. De mázlimra volt nálam pénz is, úgyhogy kifizettem, megúsztam ennyivel. De az ilyen emberek meg itt állnak, baszki, és senki nem használja őket. Mondjuk eleve tudják, hogy aki ide jár, az általában pénzes ember, úgyhogy az pont le is szarja. De az ilyenek, hogy én ezt szedni a lóvét, nem az olyan csóróktól, mint én. Hát mindegy. Na jó, azért nem panaszkodok, hogy jelen nem vagyok csóró mindig. Van, amikor csóró vagyok, de van, amikor nem. Pizzériának milyen kis blogánja van. És még azt mondják, hogy milyen szarul megy a pizzásoknak. Megy szarul egy francon. Szart. Kurva álmos vagyok. Az éjjel játszottam majdnem 4-ig. 8 órakor felkeltem. Telefonáltam egyet, utána instant feküdtem vissza a picsába aludni. Egész 10 utánig. Utána megint telefonáltam. 2-szer is, vagy 3-szor. Most meg jövök. Kéde. Ez a telefon nálam olyan basz, hogy szinte egész nap csörög. Most is azért nem csörög, csak mert le van véve a hangja. Hogy azért... Sokszor, mikor videókat csinálok, ami ma felmegy Dying Light-nak az új része, abba is megszakítottam, mert telefonáltam. Live-ok során is elő szokott fordulni, hogy telefon, olyankor mindig szünetelek kicsit. Ilyenek, a fasz ki van ezzel a mai világgal. Akinek bármi baj van, feláll egy kicsit, már azonnal a telefon. Mindenkit zaklat. Megint ugyanaz lesz a problémánk, amit tegnap, hogy nem lesz hely. Szóval én örülnék sokszor, hogyha nem lenne a telefonom, esküszöm. Nem csörögne ennyit. És a szívás az egész, hogy ezután még csak többet fog csörögni, mint amennyit most csörög. Meló miatt. Pedig én gyűlöltem mindig telefonálni. Hogyha én valakit felhívtam, oké, de hogy én nekem csörögjen állandóan a telefonon, állandóan lássam, hogy naponta keres 5-10 ember, aki tök idegennek számít, mert nem is ismerem a számát, és semmi így. Régen is, fel se vettem, hogyha nem ismertem a számot, de most már muszáj, aztán sose tudom, ki keres. Na, kérjük tőlünk, hogy holnap parti, persze, ott leszünk. Be van állva az egész forgalom már. Á, kegyenek. Még nagyobb dugó van, mint tegnap volt itt. Hát, hogy hol fogok én itt megállni?
kéri tőlem, hogy foglaljanak nekem asztalt. Ahol járunk bulizni, ott már olyan... olyan nagyon ismernek, meg annyi ismerősöm van már, hogy asztalt foglalnak nekem ingyen. Úgyhogy nagyon merénk vagyunk. Pedig havonta egyszer vagy kétszer megyünk le csak. De ismernek máshonnan. Nem megyek át, mert leblokkálom az utat. Engedjetek még be, vagy 15 ember, bazd. Mit tudnál szépen, gyökér? Jó. Dudát, én ideállok, és hát annál nem fog tudni senki elmenni. Én nem engedek be, bazd meg senkit. Ez is kihúz onnan a parkolóból. Na, a nénit enged ki. Nézzem itt, ahol kell jöjjek, hogy milyen óra rendjük van. Remélem, hogy lesz egy parkoló. Mert mint mondtam, tegnap is ide ebbe a sárba nem mászok be. És utána innen elveszem, ami kell, és kell menjek tovább. Azt hiszem a másik helyre. Szerencsém, hogy nagyjából mindent egy helyen el tudok intézni. Nem kell sokat mászkálják, utána ha ez megvan mind a kettő, húzok a picsába haza. Megreggelizek, megebédelek. És kezdek dolgozni egy kicsit. Hát a szabad napom alatt nem sok mindent tudtam csinálni. Mondjuk egész nap úton voltam. Úgyhogy valamit kéne. Most nekem elsősorban egy kurva parkoló kellene. Ami látom, nem nagyon. És ebben az esőben nem szívesen sétálok túl sokat. Itten az meg lefoglaltuk egy rakás parkolót. Megyünk vissza, míg találunk egy parkolót. Erről beszéltem tegnap, az ember körbe járja tízszer, mire meg tud állni. És ha megnézitek, onnan is milyen sor van, nem lesz egyszerű kibújni innen se. Ahogy verem bele. Húzzál meg, te gyökér. Kiütlek a divatból. Ó, menjetek már, bazd meg. Mennyi már, te látod, bazd meg, egy fél óra jönteket, hogy beenged. Isten barma. Nem is beengedsz, nem engedsz be. Jó van. Úgy is jó. Te se engedzed, gyökér. Na, hát itt szumizunk, addig míg valaki beenged. Köszi, 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 köszi. Egy gyöngy vagy. Ha egyenesbe jövök, még meg is köszönöm. Mi az? Cumi lenne neki, ő is parkolót keresné, mert pont eltalálnám előtte a parkolót. Hogy szidne a pofám, hogy beengedett?
Pisti. Nem látta. Mindegy lesz, hogy még megköszöntem, az én lelkem tiszta. Ez az araszolás a legrosszabb esküszöm nektek. Pocsékoljuk a motorinát, a dízelt. Meg úgy mindent. Az időnket leginkább. Ennyi idő alatt megértem volna egy fél webshopot. Míg eljöttem idáig, meg most itt elbaszok egy időt. Jaj, bassza meg! Türelmetlen típus vagyok, kibaszottul utálok várni. Úgyhogy... nekem ez nagyon szar. Az anyád a dudász jobban fog menni, te fasz. Apád faszára dudálják, köcsök. Mint ha nem látna, hogy mindenki itt áll, fasz meg. Elkezdi dudálni. Fasz. Annyi az egész, hogy itt megállhatnánk, de nem állhatok, mert nem szabad. Már ide beállok, instant viszik el az autómat. Ez a retkes rendőrségnek a inspektorátusa. Ott is van egy kis gyökérzsaru. Utálom a rendőröket egyébként. Rasszista vagyok, senkit se utálok, csak a rendőröket. Leállítja a forgalmat, jöjjön ki a geci rendőrautód. Meredjen meg! Ezeknek baszki mindent szabad. Ő is kiállhatná a retkes sort, ahogy más. Te taxis barátom, te is engedj még be, vagy 10 autót elejét, bazd meg. Ja, ott áll a geci rendőr, jó, bassza. Már játszik itt policiárót ér rád. Ember, mindent látta a kamera, te szarnáci. Majd elküldöm, ahol kell. Az is beáll tilosba, na ott se szabad parkolni. Erről beszéltem, mindenki odaáll, ahol tud. Ebben a városban nincs egy rendszer, egy valami. Mind jó gyerek. Teszünk még egy kört, aztán reménykedünk benne, hogy találunk most már másik oldalra egy retkes helyet. Itt is nagy... hoppá! Óhó, de jó, találhatunk itt egy helyet. Közel is van, ahova én akarok menni. Ennél jobbat, ha akartam volna, se tudtam volna találni. Na szóval, köszönöm a figyelmet, majd folytatjuk tovább. Sziasztok! Végeztünk a dolgunkkal. Nem tudom, mi volt ez a jelzés, mintha leállt volna a kamera. De látom, villog még, úgyhogy működik. Na szóval... elintézték a dolgomat nagyjából. Kurva sokat fizettem. És kurva szomorú vagyok ezért, mert... még valamit kéne intézzek. Nem biztos, hogy fog sikerülni. Úgyhogy a fasz megette az egészet, cigányság. De jó, mert leúzták rólam a bőrt is, bazd meg. Cigányország, hiába. A digisek nagyba cuccolnak.
nyisd ki az ajtódat, te gyökér. Szét se nézd, bazd meg, csak bassza ki az ajtót. Szerintem én most elmegyek egy helyre, rendelek egy pizzát, elmegyek az asszonynak kajáért, elhozom a pizzát, hozom meg, és jól belakom. És akkor baszki, kéne menjek fodrászhoz is. De jó, szálljátok ki, vén picsák, ha szerencsétlen az ajtón se tud kiszállni. Ennyi, már bazd meg. Valamit valamerre mozogjál már, te szarházi faszfej, vén banya, bazd meg. A kibaszott anyádba az úton állj meg. Ezek azt hiszik, bazd meg, az övék az egész világ. Ezek az idős emberek egy se normális, esküszöm nektek. Mennek, mikor vezetnek is össze-vissza. Ó, hogy rohadjanak meg. Azt hiszik, az övék az egész világ, és nem is tudod megszólítani őket, mert hogy ők milyen idősek, meg ők azért dolgoztak, hogy nekünk jó legyen, azért egy faszt. Dolgozom mi magunknak, meg a kibaszott retkes cigányokat, hogy eltartsuk, azért dolgozunk, nem másért. Míg a fizetésemnek a fele a faszom államnak megy el, addig ne pofázzon egyik se, hogy miattam dolgozik. Akkor mi dolgozunk azokért is, akik kurvára nem csinálnak semmi, mert ezt a faszokat otthon egész nap. És mégis megélnek. Az meg, amelyik megy, az meg dolgozik, a látásuk vakulásig, az ugyanolyan szarul él, mint az, amelyik nem dolgozik semmit. És akkor mi a faszért menjek így dolgozni, nem? Nem muszáj, mert ha az ember akar valamit elérni, muszáj csinálni. Belén basszák az éget, ezek a nyomorékok. Ajaj. Szörnyű ez az ország. Úgy elmennék innen, csak nincs hova. Meg nincs miből. Ha lenne pénzem, akkor itt se lenne annyira szar. Meg ha lenne pénzem, már nem itt lenni. Már valahogy kimentem volna a rákba. Az óceán másik végére, bazd meg. Az óceánon túl, ahogy mondja a zene is. És de még látogatóba se jönnék vissza. Tanulóvezető van előttünk. Ó, menjél már meg. Már mindegy, most már piros. Bevágódok így, mert máskülönben ahogy tegyegezik, nem tudtam volna kijönni. Ettől tisztes távolságot kell tartani, mert kezdő is dombról indul. Erre mindig kell gondolni. Lefullad egyszer-kétszer, és már elérte az elejét az autódnak, ha közel vagy. Még ha tanító még be is fékezd. Kicsit belimbaszták az ideget ezek most. Nem gondoltam, hogy ilyen sokba fog kerülni. És akkor még mondta nekem, hogy a következő problémámat is ő megoldja. Olyan összeget kért bazd meg, hogy ha inkább photoshopolok én egy faszon papírt, mint hogy annyit fizessek érte. Induljatok ott már csesz meg.
Hát menj imán, te szerencsétlen. Gyalogátjárót áttenni egy ilyen helyre. Nem tudom, itt ezekben a városban nem gondolkodnak, mikor csinálják az ilyen dolgokat. Hova tegyél egy szemaport, hova tegyél egy jelzőlámpát, hova tegyél egy gyalogátjárót, hova csinálj parkolót. Ezek a segítségekkel gondolkodnak, komolyan mondom. Már bazd meg!
telefonál, ahogy meredjen meg, és feltartja itt a sor. Bunkó paraszt. És még az útközépen is megy. Kibaszott pedálok működnek még attól, mert telefonál. Én is szoktam, pedig nem szabad. De nem is tötyögök ússzal, bazd meg. Meg nem az út középen. Állunk. Megérkeztünk a következő ponthoz. Sziasztok! Itt is végeztünk, megyünk tovább. Kiderült, hogy a másik helyen, amit kibaszottul drágán csináltak, még nem is jól csinálták meg. Úgyhogy hétfőn megyek és a fejükbe vágom az egészet, és elküldöm a retkes büdös picsába őket, mert fizettem nekik egy csomó lóvét, és kibaszottul nem jó, amit csináltak. És ezek megkérdezték, hogy hol a faszba csináltam én ezt, mert ez így kurvára nem jó. Én kellett volna mondjam pontosan, hogy mit akarok. Amit én meg is mondtam nekik tegnap, de ma azt mondja, hogy én neki nem mondtam tegnap. Faszom, retkes szar az egész. Kiadtam egy rakás pénzt, és nem is jó, amit csinál. És menjek megint oda-vissza. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez úgy maradt, hogy nem megyek most vissza, várok hétvég, lássuk, hogy mi lesz, hogy hát elfogadják így is, amit csináltak. És ha nem, akkor visszamegyek, és akkor olyan cirkuszt csinálok, hogy a jóisten rájuk veszik, amit lehet. Kiadtam egy rakáspénzt, bazd meg, és nem jó, amit csináltak. És járkálok már két napja, hogy elintézzem. De most akkor elmenjünk, mivel oda nem megyek már, ha vissza, mert nincs kedvem vitatkozni. Elmegyek, rendeltem egy pizzát, megyek, megveszem, elhozom a pizzámat, meg hozok az asszonynak is a Facebookból egy gyroszt. Ő azt kér. Faszom, mert van egy jó kis pizzéria, ahol elég finom pizzát csinálnak, és lehet kérni ilyen vastag lappal, vagy milyen fasznak mondják. És az 12 lej, a gyrosz meg 8 lej, a kiflis. A platós az is 12 lej. Szóval gyakorlatilag tök mindegy, hogy veszek egy gyroszt vagy egy pizzát, viszont egy pizzával még mindig jól lakok. Sőt, hogyha olyan van, meg se tudom menni egyszerre. Úgyhogy én inkább rendelek egy pizzát. Azt mondták, hogy 15 perc, és mehetek is utána. Elmegyek, megveszem az asszonynak a gyroszát, onnan meg ott van közel hozzá a pizzéria. Megyek, hozom a pizzámat is, mert van házhoz szállítás, de akkor egy órát kell rá várjak, én meg most úgyis úton vagyok. Meg az asszonynak abból a feszútból onnan nincs házhoz szállítás, úgyhogy oda kell menjek utána. És akkor egy után inkább elhozom én is. Nem kell egy órát rá várjak, fél óra alatt már otthon leszek és nagyba kajálok. Ide jönne a pizza, én akkor rá jól is lakom.
Lassan, ti láttok egyáltalán engem? Ja, láttok. Remélem hallottok is. Na, ez a videó is egy picit hosszú lesz. Lehet nem lesz épp annyi, mint a tegnapi, de... De ez legalább kicsit talán tartalmasabb lesz. Itt már jártunk egyszer, csak akkor lefordultunk jobbra, most viszont nem fordulunk be, mert megyünk egyenesen tovább. Most olyan helyre viszlek titeket, ahol még nem jártatok. Köszönöm a figyelmet, folytatjuk. Sziasztok, itt végeztünk is. Az asszonynak megvettük a kiroszt. Hát ennek is felment az ára most már. Azt mondom, elnézel a sok autóval. Most megyünk szépen a pizzánkért. Ennek felment a zár, kb. 100 forint a fast foodba.
hogyha nagy áradon jártak és olcsónak akartok viszonylag jó kaját tenni, mármint viszonylag nekem tetszik, van aki azt mondja, hogy nem annyira jó, nekem ízlik minden, ami ott tettem. Főleg a pizzák, akkor oldmilt keressétek. Törzsvendég vagyok már náluk szinte, mert a kurva gödrös, az én belepattan az autó, akkor a bűrőr van. Tehát olcsón jó kaja. Persze vannak még jobb kaják, de hát azok legalább kétszer vagy háromszor annyiba is kerülnek. Szóval nem feltétlen éri meg. Na, a villamos most beragaszt mindent. És megint megáll, gyalog átjár van. Kanyar van, mit számít, minden szabad. Ezeket a taxisokat, hogyha megbüntetnénk, mindig a szabálytalanságukért soha nem, egyik se dolgozna, mert nem érné meg neki. Többet költenének büntetése, mint amennyit keresnek egy hónapban. Ha minden jól megy, a pizzám is kész lesz, mire odaérek. Azt mondták, 15-20 perc. Ó, ezt már kitebb fasz, hogy fordulok így, hogy te gyökér. Istenem, ennyi hülyét. Én nem értem komolyan, egyesek, hogy kaptak a jogosítványt. Szabálytalankodok éppen eleget, de azért nagy részét betartom. Na, jó, hogy én nem húztam, mert én pont ide kérjék, és az ajtóba állok meg. És ezt csöppet se fogok ázni. Na, mindjárt folytatjuk. Na, meg is van a finom gőzölgő pizzám. Az asszony kajája is megvan. Úgyhogy sprintelünk haza. Elég volt ennyi mára. Még majd később elmegyek, lehet fodrászhoz. Sikerül a fodrásznőmmel beszéljek. Lehet, hogy azt is felveszem. Lehet, hogy nem. Meg még ma megyünk barátnőmnek a barátnőjéért, mert jön, hogy csinálj meg a haját. De akkor már késő lesz, úgyhogy meg akkor többen leszünk az autóban, akkor már nem lesz videózás. Ez a videó szerintem csak holnap fog kikerülni, mert ma megy a Daying Light, akkor holnap jön az, hogy legyen minden nap valami új. Nem teszek ki két videót egy nap, és akkor utána két-három napig semmi. Próbálok csinálni egy ilyen napi egy videót. És jön a Daylight Following-nak a folytatása, ami már fent van YouTube-on, csak még az éjjel felkerült YouTube-ra. Több mint egy órás videó. Csak annyi az egész, hogy még feldolgozza a YouTube, az rengeteg idő. Főleg, hogy 60 FPS Full HD-ban van felvéve. Úgyhogy az ma kerül ki, ez a videó valószínűleg holnap fog kikerülni. Engedsz? Engedsz, köszönöm.
erőszakos voltam. De hát itt máskülönben nem lehet. Láttam, nem tetszett neki. Nagyon integetett. De ha nem fékezd be, akkor befékezek én, szóval akkor se lett volna probléma. Aj, mindjárt nekik fogok itt a pizzának, olyan jó illata van. És ilyen jó vastag az alja. És olyan puha, krémes, aj, de imádom. Nem szeretem az olyan vékony szarokat, hogy átlátsz rajta. Megsütik, és akkor csak olyan ropogós szar az egész. Így nincs semmi íze. Az egésznek az alja a lényeg. Hogy ha az nem jó, hiába tesznek rá akármit, úgyis egy szar lesz. Mert ropog a fog alatt az embernek, mert nem egyszer jártam már úgy. Vagy... Vagy annyira vékony volt tényleg, hogy szinte átláttál rajta. Na azért az a tészta is ad egy ízt az egész pizzának. Ha az nincs, akkor hiába van rajta akármi, nincs olyan íz, amilyen kellene. Faszom, ki van ezekkel a gödrökkel, az meg. Nem is látszik. Belemész és pontan az autó. És ezért fizetünk díjakat. És nem is kevesen. Az egyik legdrágább útdíjak itt vannak ebben a tepes országban. Radarral oda be vannak állva. Mocskos rendőrök. Nem is lenne velük bajom, hogyha tényleg azt csinálnak, amit kellene. Meg mindenkivel egyformán, nem csak egyesekkel, meg kettesekkel. Hogy jönnek bazd meg, engem megbüntetnek, jön a másik, ki jön egy kis Mercivel, vagy BMW-vel, vagy faszom tudja milyen autóval. Azt nem büntetik meg. Pedig az nem annyi szabálysértést csinál, mint én, hanem legalább kétszer annyit. És mégse bünteti meg senki, pedig neki még lenne is pénze, miből kifizesse. És ki is fizetné. Csóró embernek megbüntetik be, az meg tudják, hogy nincs pénze is. Szenvedni fog miatt egy hónapig, hogy ki tudja fizetni a büntetést. Vagy két hónapig. De mégis a csórót basszák meg. Na ez a nagy igazságtalanság, nem más. Nálunk most már sebesség túlépés miatt börtön jár. Két év börtön. Fasza. És mégis engem, hogyha elkapnak, biztos bezárnak. Elkapják ezt a másikat, hogy flancosabb, pénzesebb csávot biztos nem fogják bezárni. Mert elintézi magának. Nem, mintha én nem tudnám elintézni, mert én is visszakaptam már egyszer a jobbsimat. És még pénzembe se került. De azért a többség szopni fog emiatt. Mert én nem nézem azt, hogy én most mit tudok elintézni, vagy mit nem tudok elintézni. Én azt nézem, hogy az átlag emberek, amilyen én is vagyok, hogy ki van velük baszva. Az a lényeg. Az egy dolog, hogy én kihúzzam magam mindenből rendőrséggel, akármennyire utálom őket azért. Bármi gondom volt, mindig egyszerűen és gyorsan megoldódott. Mert ahogy mondják, csak jó helyen kell ismerni a jó embereket.
sem megyek, mert csak nyom le a lányokat. Olyan éhes vagyok, hogy már beszélni sem tudok normálisan. Na, én direkt leszek aztán elkerülni, hogy ilyen illegálisan forduljak át. Azért jöttem ide be a blokkok közé. Erre fel, mint három autó is egymás után kifordult. Tehát én megpróbálok, amennyire tudok szabályos lenni, de mikor látod, hogy bazd meg, szinte senki sem közlekedik szabályosan, nehogy már én legyek az egyetlen idióta, aki betartja a szabályokat. Ebben az országban nincs rendőrség, itt mindenki csinál, amit akar, megy, ahogy akar. Ha rossz napod van, pont kifogott, hogy megbüntetnek. Ha mázlid van, lehet soha nem büntetnek meg, és annyi szabálytalanságot csinálsz, hogy nem férne be egy A4-es füzetbe. Kapom az SMS-t, hogy lejár 5 perc múlva a parkoló jegyem. Mert lehet így neten rendelni ilyen parkoló jegyet, és érvényes az egész városban egy órán keresztül. És mint én is, hogy most mentem jobbra-balra, nekem ez így sokkal egyszerűbb, hogy megveszem ezt, és akkor megyek nyugodtan az egész városba, és parkolok ahol kell. Úgyhogy most vegyek meg egy helyen egy jegyet, és akkor az csak arra a körzetre érvényes. És nem is drága, fél euró. Annyit meg nekem megér, hogy még véletlen sem ütessenek meg. Cigány. Rasszista vagyok, tudjátok meg. Nem szeretem. Azt mondják, hogy van köztük is kivétel. Van a fasz? Én ismertem olyat, akire mindenki azt mondta, hogy ő kivételő, rendes, ő minden, aztán úgy lopott, mint a szarka. Hagyjuk már. Ez benne van a vérükben. Nem tudnak vele mit tenni. Ez olyan, mint a néger. Fekete akkor is baszd meg, hogyha hippóba rakod, akkor is fekete marad. Michael Jackson is fehér akart lenni, leesett az óra, bazd meg. És akkor is az is fekete volt alatt. Hiába. Vannak dolgok, amiket nem lehet elrejteni. Hát ez egy ilyen.
hazaértem. Köszönöm a figyelmet nektek, ha tetszett, lájkoljátok, osszátok meg, beszéltek róla. Sziasztok!